Tisztelt ház, tisztelt elnök úr, köszönöm a szót. Egy történetet hoztam el Dunaújvárosból, ami mindenféle fordulatot tartalmaz, de leginkább az emberek kifosztásáról és átveréséről szól. Dunaújvárosban eddig a távhőszolgáltató és a melegvízszolgáltató a DVCH vállalkozás volt. Az elmúlt években sorra követték el a merényleteket az emberek ellen, de az előző városvezetés ezt hagyta, úgymond nem akasztott bajszot a céggel, annak ellenére, hogy ezt többször tehette volna. Az új városvezetés viszont kiállva a dunaújvárosiak mellett szerződést bontott a DVCH-val. Miért tette ezt? Ez év februárjában a DVCH minden figyelmeztetés és minden jelzés nélkül egyszerűen lezárta a távhőszolgáltatást, így óvodákban, így óvodások nem jutottak meleg szobákhoz, és 5-10 fokos termekben kellett lennie. Ezt az önkormányzat nem engedte meg, és a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatalhoz fordult, és bejelentést tett a DVCH ellen. A Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal megrótta a DVCH-t, és az önkormányzatnak adott igazat. Ezek után az önkormányzat nagyon helyesen szerződést bontott a DVCH-val. Tovább folyt a dolog, tovább folytak a folyamatok, melynek végén a MEH, a már említett MEH, az önkormányzatnak igazat adván a DVG-t jelölte ki július 1-től, mint távhőszolgáltató a városban. Igen ám, de ezt a DVCH nem volt hajlandó egyszerűen tudomásul venni, és több mint 5 hónapon keresztül zaklatta az embereket az ő számláikkal. Odáig ment, hogy még egy végrehajtót is bevetett a Globál Faktor személyében, aki lásd csodát, a DVCH-hoz 1000 szállal köthető vállalat volt. Hiába szólította fel az önkormányzat a DVCH-t, hogy hagyja abba a jogszerűtlen magatartását, nem tette azt. Sőt, eljutottunk oda is, hogy a helyi Fidesz semmiféle módon nem állt ki az emberek mellett, nem állt bele abba a kérdésbe, és nem lépett szövetségre az önkormányzattal abba, hogy végre eltakaríthassuk a DVCH-t a városunkból. Sőt, meg is fejelték a dolgot. Az önkormányzat mindenféleképpen igyekezett elkerülni azt, hogy duplán fizessenek be a dunaújvárosiak különböző szolgáltatóknak. Ezért az önkormányzat megtette azt, hogy októberig, akik befizették a DVCH-nak, annak ellenére, hogy kérje az önkormányzat, befizette a számlát, októberig kártalanították ezeket a befizetéseket, de most kapaszkodjanak meg, a helyi Fidesz frakciója ezt nem szavazta meg. Ne, hát, ez, tehát így álltak ki a dunaújvárosiak mellett, de mondok egy meredekebbet. Nem szavazták meg, de most Lőrinci Konrád önkormányzati képviselő kérte az ő kártalanítását. Azt a kártalanítást, amit a dunaújvárosiak javára nem szavaztak meg. Hát van bőr az arcon, na mindegy. De ne csak a problémákat mondjuk, teressünk megoldásokat. Ezért én személyemben, és most itt már kérem a fideszes képviselőket, egy határozati javaslatot nyújtok be a parlament elé. Ez a határozati javaslat azt tartalmazza, hogyha valamely állami hivatal megtiltja a számlázást valamilyen szolgáltatónak, kivéve az elszámolási számlát, akkor ne nyújthasson be a lakosság felé számlát. Ezt tartalmazza a mi határozati javaslatunk. Kérjük tehát a fideszes képviselőket, hogy amennyiben majd, hogyha bizottság, illetve a parlament elé kerülhet ez a határozati javaslat, szavazzák meg, hogy meg tudjuk védeni a magyar embereket, mert per pillanat nincs ilyen szabályozás, nincs ilyen szerv, ami azonnal lecsapna azokra a szolgáltatókra, akik a tiltás ellenére számlázhatnának. Köszönöm a szót!